Istenünk, a te neved mindent megszentel. Kérünk, hogy a Szentlélek közreműködése által szenteld meg ezeket a borokat, amelyek által a te dicsőségedet. A vincenapi borbálon Palatinus István szentelte fel a bort, asztali áldást pedig Paskó Csaba mondott. Édes Jézus, ide hallgass, éhes vagyok, mint a farkas. Azt is tudod, mit akarok, én ma itt jól lakok. Az est kiemelt borásza a nagy szakmeister borászatból szakmeister Ernő volt, aki többek között a különböző nemzetiségek borfogyasztási arányairól is beszélt. Mi a latin népek fogyasszák a legtöbb bort, azok közül is állítólag a franciák, körülbelül, hát ezek régi adatok, nem biztos, hogy még állnak, 60-70 liter bort isznak fejenként évente, Magyarországon 30 fölött valamivel, itt 4-ről talán most már 8 literre emelkedett, hiszen a kormány is sok olyan intézkedés hozott, nem most, hanem pár éve ezelőtt, ami elősegítette a szőlők telepítését. Az eseményen a számos díszvendég mellett Mikovics Oszkár Magyarország belgrádi nagykövete, Korsus Tamás Magyarország szabadkai főkonzulja, illetve Korhec Tamás a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is jelen volt. Szilágyi Dorottya főszervező azt mondta, 3 évvel ezelőtt 250 vendéget számoltak, mára ez a szám 300-ra nőtt. Minden évben egy új történetet írunk, mert minden évben egy új borászunk van. És egy új borász, egy új borászat, új borok, az egy új történetet hoz magával. Ez fölkészülés mindig fantasztikus, új emberekkel ismerkedik maga a szervező is, és mindig tudunk valami újat és újat hozni, a borok azok pedig magukért beszélnek. Az est főtámogatója, a Masterplast vállalat igazgatója Bumfort Tivadar volt. Ez a vállalat biztosította a tombola főnyereményét is, egy full HD LED televíziót. Ez egy társasági eseményé nőtt ki itt a Vajdaságban, hogy itt azok az emberek, akik a meghatározó személyiségek Vajdaságból itt megjelennek, fontosnak tartják, hogy egyszer egy évben együtt barátkozzanak, eszmét cseréljenek, és hát mulassanak együtt, érezzék jól magukat együtt. Az est fővédnöke Erdélyből jött. Balla Géza azt mesélte, 3 fia közül 2 szőlészetet és borászatot tanul az egyetemen, a legkisebb 2,5 éves gyermekét pedig ő maga tanítja otthon a borászat szépségeire. Mindent megteszünk azért, hogy a régi történelmi fajtákat újra megismertessük a borkedvelő emberekkel, a kárpát-medencei magyar borkedvelő emberekkel, hiszen a ménesi borvidék a történelmi Magyarország egyik leghíresebb vörösbor termelő vidéke volt. A 3. borbálon fellépett a Night Cruisers, a Juhász zenekar, valamint a székelyföldi származású Benedek Fi Katalin és Bakos Kis Gábor operaénekes.